életbe léptek a korlátozások, kijárási tilalom, kötelező maszkviselés szerdától. Koszorúzás, Tallós Prohászka Istvánra emlékeztek a magyaróvári temetőben. Kiengedte ki a macikat, Vágyi Gabriella képeit mutatták be a Fehérló közösségi házban. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Kedd este a Magyar Közlöny oldalán megjelent a legújabb rendelet, ami a koronavírus járvány második hulláma elleni védekezés céljából bevezetett korlátozásokat tartalmazza. A legfontosabb változások közé tartozik, hogy kijárási tilalom lép életbe este 8 és reggel 5 óra között. Ennek értelmében mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Kutyát sétáltatni a kijárási tilalom ideje alatt a lakóhely 500 méteres körzetében lehet. Bezártak az éttermek, azonban kiszállítás lehetséges a továbbiakban is. A gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével az üzleteknek este 7 órakor be kell zárniuk, leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak. Ide sorolhatók a lottózók és a nemzeti dohányboltok is. Ez a szabály vonatkozik a szolgáltatókra is. A szállodák csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket fogadhatnak. Nem szervezhető rendezvény, így kulturális esemény, sportesemény, magánrendezvény és karácsonyi vásár sem. Zárt kapuk mögött zajlanak a továbbiakban a sportmérkőzések, azonban az előzetes hírekkel ellentétben nem szüneteltetik az amatőr bajnokságokat. Bölcsödék, óvodák, általános iskolák 8. osztályig nyitva tartanak, 9. osztálytól azonban életbe lép a digitális munkarend, akár csak az egyetemek, főiskolák esetében. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak. A kórházi, bölcsödei, szociális intézmények dolgozóit, tanárokat és óvónőket hetente tesztelik. Moson-Magyaróvár egyes közterületein is kötelező lesz a maszkviselés 6 éves kor felett. Az érintett területek a játszóterek, a piacok, buszmegállók, a temetők és a bevásárlóközponthoz, üzlethez kapcsolódó, a vásárlók számára kialakított parkolók, árkádok, külső eladóterek területe. A maszkviselési szabályok megsértése bírságolható, de bírságolásra csak a rendőrség és a Magyar Honvédség jogosult. Tallós Prohászka István halálának 46. évfordulója alkalmából emlékeztek meg a felvidéki magyar festőről a magyaróvári temetőben. Cuppon Tamás, a Hansági Múzeum régésze idézte fel életét és munkásságát, majd pedig a Moson-Magyaróvári Önkormányzat és a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület képviselői helyezték el koszorúikat. A magyaróvári temető. Itt nyugszik Tallós Prohászka István, felvidéki magyar festő, író, illusztrátor. Halálának 46. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a sírnál, ahol Cuppon Tamás, a Hansági Múzeum régésze idézte fel életét és munkásságát. Tallós Prohászka István 1896. november 8-án született a Csallóközi Somorján. Már fiatalon 1915-ben katona lett, 1919-ben helyőrségi gyalogezred katonájaként áthelyezték Moson-Magyaróvárra, és ekkor már feltűnt rajztehetségével. Ez időszakban több mint 200 rajzot és festményt készített, mint gyalogsági ezred rajzoló. Ezután román fogságba került, majd 1920 és 24 között a Budapesti Iparművészeti Iskolában végezte tanulmányait. 1947-ben költözött Moson-Magyaróvárra, ahol lakást és műtermet kapott, és folytatta festőművészeti munkásságát. Tallós Prohászka István is egyike volt azoknak, akik próbáltak túllépni az akadémiai festészeten, a naturalista ábrázolásmódon. A 20. század újabb és újabb művészeti irányzatainak igézetében azokat saját maga által feldolgozva és kialakítva a saját maga egyéni stílusát hozta létre művészetét. Cuppon Tamás hozzátette, több évtizedes alkotói periódusának emlékei a Hansági Múzeum gyűjteményében is megtalálhatók, mint ahogy számos moson-magyaróvári család is őriz képeket tőle. Somorja szülötte, de Moson-Magyaróvár egyik jelentős alkotója, akinek emléke szorosra fűzte a testvérvárosi kapcsolatot a két település között. A megemlékezésre a járványhelyzet miatt Somorjáról nem tudtak eljönni, így ezúttal a Moson-Magyaróvári Önkormányzat, valamint a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület képviselői helyezték el koszorúikat. Előbb a sírnál, majd pedig a művész egykori otthonánál.
A hatályba lépett kormányrendelet alapján a Flash Nonprofit Kft. Intézményeiben is életbe lépnek az új jogszabályok. November 11-től előreláthatólag 30 napig látogatási tilalom lép érvénybe a Flash központban, a Futurában, a Fehérló Közösségi Házban, illetve a Huszárgál Városi Könyvtárban. A következő 30 napban elmaradnak a rendezvények és a kiscsoportos foglalkozások is szünetelnek. Egy igazán különleges, meseszerű kiállításra várták az érdeklődőket szombaton a Fehérló Közösségi Házban. Az intézmény ismét Vágyi Gabriella képeinek biztosított helyszínt, ahol macik elevenednek meg a rajzokon. Gitároznak, bicikliznek, kávét isznak, vagy éppen táncolnak, akár csak az emberek. Csak néhány Vágyi Gabriella maciai közül, amik most a rajzlapokon elevenednek meg a Fehérló Közösségi Ház falain. A Kiengedte ki a macikat című kiállítást szombaton nyitották meg, ahol a vendégeket Göncz Varga Judit köszöntötte. A megnyitón elhangzott, bár Göncz Varga Judit nem ismerte személyesen az alkotót, a képein keresztül mégis közel került hozzá. A macikkal történő első találkozás pedig azt az érzetet keltette benne, hogy Vágyi Gabriellából nem tűnt el a játékos gyermekén. És hogy milyen is az a belső gyermek, aki eliben lakozik és életre kelt a macik személyében, a képeken? Nos hát, belső gyermeknek azt a bennőtt lakozó erőt nevezzük, amely tapasztalatokat gyűjt és értelmet keres az életben. Ugyanakkor belső hajtóerőként működik és képessé tesz minket a boldogság. Ilyen pillanatokat élnek meg Elli maciai is. Élnek. Csupa nagybetűvel. Vágyi Gabriella Várpalotán él, építészmérnökként dolgozik, de már gyermekkora óta alkot, főként akvarell festményeket és grafikákat készít. Gimnazista kor óta foglalkozik komolyabban a képzőművészettel, 2013 óta pedig több csoportos és önálló kiállításon is bemutatkozott, többi között a Fehérló Közösségi Házban is. A mostani kiállítás képei, amiknek főszerepébe a macik kerülnek, a tavaszi karantén ideje alatt születtek. Legfontosabb hivatásuk, hogy mosolyt csaljanak a néző arcára, kizökkentsenek a bizonytalan, szürke helyzetből, és örömöt, gyermeki lelkületet csempészenek a hétköznapokba. Én azt gondolom, hogy a művészet sosem lehet öncélú. Én azt gondolom, hogy valamilyen értéket mindenképpen közvetítenünk kell a képek által, legalábbis nekem ez a hitvallásom, és most ebben az idei szituációban pedig azt gondolom, hogy ezekkel a képekkel tudok a legtöbbet tenni a nézőközönségért. A kiállítást a tervek szerint december elejéig nézhette volna meg a közönség, a korlátozások bevezetésével azonban a Fehérló Közösségi Háznak is be kell zárnia. Ennek ellenére a képekkel majd a veszélyhelyzet után is várják az érdeklődőket, hogy minél több emberhez eljussanak a pozitív hangulatú macik. Röviden a csütörtöki időjárásról. Főként ködös párás időre van kilátás, helyenként azonban felszakadozik a felhőzet, rövidebb időszakokra a nap is kisüthet. Megélénkül a szél, napközben 10 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Szabados Hunor, az idei zenei tehetség Sattler díjas prímás. Ezután a Székely Konyha és Kert című műsor következik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!